Kedves hallgatóink és nézőink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerepe mai társadalomba című műsorunk következő adásának vendégét, külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kozma Imre atyát, akinek többféle funkció van, de hát erről fogunk majd beszélni, hogy egyáltalán hogy látja ő ezt a, a címnek megfelelően, maga az irgalmas rend magyarországi képviselője és a Máltai Szeretetszolgálat alapítója és vezetője, akinek óriási ismeret és kapcsolatrendszere van. De mielőtt elkezdenénk azért, ismerjék meg, hogy tulajdonképpen honnan indult az az ember, akinek az élet eleme az ember. Nagyon, nagyon egyszerű világból, az emberek világából, és pontosan mindannyian ezért vagyunk, hogy az emberek világát minél magasabbra emeljük, hiszen erre kaptunk felszólítást az Istentől, minden a tiétek, ti pedig az Istené vagytok, mondja a Szentírás, az Isten ránk bízta a világot, és egymásra bízott bennünket az Isten, és mindegy, hogy ki honnan indul, amikor, amikor eljut abba a korba, hogy már nem őt kell pátyolgatni, és nem őt kell fölnevelni, hanem rá lehet bízni feladatokat, akkor az embernek föl kell ismernie azt, hogy miért is született. Ezt az első felismerés nekem a nagyapám ajándékozta. Nyolc éves voltam mindössze, amikor egyszer azt mondta nekem, hogy az, az élet értelme a másokért való lét. És ez olyan mélyen beleült a szívembe, ma is ott van, és ez ma is, ma is néha hangosan megszólít engem, néha halkabban, de a hangját mindig hallom, és és azt gondolom, hogy nekünk, embereknek nagyon komolyan el kell ezen gondolkodni, hogy mire való is az élet. És ha itt különböző szerepekről van szó, valójában az ember, az ember szerepjátszó, de mi hívő emberek azt mondjuk, hogy a hogy isteni küldetésünk van, ez egy csodálatos szerep, de, de nem színészek vagyunk, hanem, hanem azt a azt a küldetést kell elvállalnunk hívő emberként mindenképpen, hogy nem magunknak élünk. Hiszen az ember közösségi lény, és, és végeredményben mindegyikünknek ez a feladata, hogy valamiképpen úgy tartozunk egymással össze, hogy, hogy az a világ, amelyben élünk, az valóban élhető társadalom legyen. Maga a fogalom társadalom, Kifejezi, kifejezi ezt, hiszen akkor élhető egy közösségben az élet, ha valóban közösség van. Mikor van közösség, ha egymásnak társai vagyunk? Szebben a keresztények azt mondják, hogy egymásnak testvérei vagyunk, és ebben az esetben ez akkor jön létre, ez az élhető közösség, ez az élhető társadalom, ha valóban mindegyikünk felismeri azt, hogy valamiképpen, annak a másik embernek az életét kell igazolnunk, mivel igazoljuk? Azzal, hogy azt mondjuk neki, hogy igen, szebben így mondanám, szeretlek. Az, az arról van szó, hogy ez a másik ember megtapasztalja, hogy ő valakinek fontos. És ez nagyon-nagyon lényeges kérdés, akkor tudunk egymásért élni, ha valóban ezt ki tudjuk fejezni. Hát néha ez áldozatot kíván tőlünk, mindenképpen alkalmazkodást, mindenképpen lemondásokat, mert, mert hiszen az, hogy a másik ember fontos, hogy a másik embert szeretem, ez azt jelenti, hogy arra figyelek, hogy neki mi jó, mit szeretne. És, és hogyha ez mozgat bennünket, és egy kicsit hátrébb az agarakkal, egy kicsit, kicsit kevesebb lesz, számunkra, illetve a kevésbé ez fontos számunkra az egyéni érdekünk, akkor, akkor működik a rendszer. Hát igen, amit elmondtál tulajdonképpen, az azt jelenti, hogy a szolgálat szó. Ha egy közösségért valaki vállal felelősséget, akkor az nem hatalom, hanem szolgálat. Miért van az, hogy hogy a politika nehezen tudja ezt a szolgálatszót átvenni, pedig itt vagy te és a, rendezés, nagyon sok egyház felekezett civil szervezet, aki valóban a szolgálat szó az ember szeretet és az emberek támogatása az első számú szerepe, hogy ez miért nem hat a politikára is, hogy miért a hatalom miért csak pénzről beszél, és miért nem emberről beszél és szolgál. Hiszen a miniszter, a minisztráns szó az a szolgálatszóból ered, ha jól emléksz. Hát ez teljes egészében így van, de ne felejtsük el, ma egy szekularizált világban élünk. És ebben a szekularizált világban a fogalmak megváltoztak. Hiszen, ha hatalmat nézzük, a hatalom szolgálat. Végeredményben, ha precízen megfogalmazzuk a lényeget, akkor a hatalomnak az evangéliumi értelme a szolgálat. Hiszen, akinek hatalmat adunk magunk fölött, azt, azt megbízzuk, mint egy, és attól elvárjuk, hogy az érdekünket képviselje, hogy értünk legyen. Tehát nem azért, nem azért választunk meg valakit, hogy fölöttünk legyen és, és üljön egy trónuson, hanem azért választunk valakit, hogy az érdekünket képviselje. Na most, egy, egy pluralista világban, egy individualista szemléletű világban sajnos a hatalomnak ez a fajta értelme, mintha elsikkadt volna. Hiszen régebben, korábban, amikor, amikor a, az állam meg az egyház egy kicsit jobban összedolgozott. Volt abból nagyon sok gond meg baj, természetesen, de, de abban a rendszerben az egyház feladata volt az erkölcsi elvek és igazságok meghatározása, megjelenítése, azért való munkálkodás, az államnak pedig az volt a feladat, hogy szervezze az életet. Mennyivel könnyebb szervezni azoknak az életét, akiknek vannak elveik, akiknek van erkölcsük, hiszen az erkölcs magyarán azt jelenti, hogy hogy lelki egészség. Aki erkölcsös, az lelkileg egészséges. Másképpen azt, azt kell mondani, hogy normához igazodik. Hiszen, hiszen az erkölcs azt jelenti, hogy norma. A normához igazodó ember normális. Na most képzeljük el, akkor, amikor, amikor az egyik természetes képződmény az egyház, az őrködik az erkölcsi igazságok fölött és az erkölcsi értékek megvalósulásáért van, akkor mennyivel egyszerűbb szervezni a másik hatalomnak, a másik természetes képződménynek, az államnak, az emberek mindennapi életét? Na most, akkor, amikor ugye az egyházat meg államot szétválasztják, megtörtént, akkor Egyre, egyre, inkább arról van szó, hogy, hogy, az erkölcsi szabályzó rendszert is az államnak kell meghatározni, csak hogy ne, ő nem teológiai fogalmakban gondolkodik, hanem, hanem valamiképpen a, 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 közösségnek a, a létével foglalkozik érdekével természetszerűen. No de, na neki Fogalma sincs arról, hogy a hatalom igazi értelme a szolgálat. Bár ezt mondják, no de, no de aki hatalmat gyakorolja, és aki különböző pozíciókban vannak, azoknak erkölcsös lényeknek kell lenni. Az erkölcsös lény pedig elsősorban a, a rábízottak javát nézi, vagy a, a másik ember javát nézi, ha most ez hiányzik az én, én, gondolatrendszeremből, akkor, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy evilági értékrend keretében ezek, ezek, az eszmék, ezek a, ezek a megemelt értékek egy kicsit háttérbe szorulnak, gyakorlatilag a, a civilizált világban, illetve a szekularizált világon, ugye a szekularizált, az evilági világ, a szekularizált világban ugye ezek az értékek egy kicsit háttérbe szorultak, mint ahogy az egyházak is háttérbe szorítottak, és ugye a civil világ. A civil társadalom nagyon megerősödött az egyház és állam szétválasztása után, és ma eljutottunk oda, hogy bizonyos értelemben akkorára nőtt a civil társadalom, hogy diktál az államnak, és, és az egyházzal kapcsolatosan pedig, vagy egyházakkal kapcsolatosan van egy, van egy megállapítás, hogy hát bizonyos segélyügyekben ö, szerepet kaphattuk, most ez egy egészen új helyzetet teremt. Hát igen. Siránkozunk, és, és az értékeket emlegetjük, csak hogy az értékek általunk vannak jelen az saját életünkben, egymással való kapcsolatunkban, tehát tehát hatalom és szolgálat valahonnan innen ebből az eszmeiségből kell, hogy táplálkozzon. Ma ezt a forrást elzárták. Igen, hát ez, amiről beszélsz és beszélünk, tulajdonképpen a címünket próbálná valahogy arra inspirálni a nézőket és a hatalmon lévőket is, hogy párbeszéd az emberért. Tehát ha nem az ember van a központban, hanem hanem csak egymás mellett élést elviseljük, akkor tulajdonképpen az ember azt mondja, hogy az én bizalommal jöttek létre ezek a közösségek, az én szolgálatomra hivatottak, akkor miért nem engem szolgálnak? Ehhez pedig párbeszéd. Kell. Minő érdekes, minő érdekes, ugye a szegularizált világban az abszolútumnak nem adnak helyet. Az abszolútum a keresztény gondolat rendszer szerint az Isten. A, ennek Istennek nincs helye. A helyébe került az ember. És minő érdekes, akkor, amikor az ember önmagát tette a középpontba, megfeledkezett arról, hogy ez egy, ez egy téves ö, megnyilatkozás, mert az Isten tette az embert a középpontba. Tehát nem kellett ezt most az embernek kitalálni, hogy az ember legyen a középpontba, csak az a baj. Akkor, amikor, a, amikor a, a keresztény üzenet szerint minden a tiétek és minden értetek történik, üzeni nekünk Szent Pálapostól 2000 év után is, akkor ez azt jelenti, hogy mindennek az embert kell szolgálni. Hát ez a megváltás. Jézus emberré lett. Hogy, hogy, az embert szolgálhassa, és megmutassa azt, hogy hogyan kell élni az embernek, hogyan kell egymást szolgálni, Jézus azt írja a Szentírás, hogy körüljárt és jót tett. Hát erről van szó, jót kell tennünk egymásnak, de ez csak akkor megy, ha magamat háttérbe szorítom. Lelkileg erre föl kell nőnöm, hogy erre képes legyek, és akkor ebben az esetben a jó terjed, mert aki jót tesz, hogy egyrészt ő maga is jobb lesz, másrészt akivel jót teszünk, az pedig szintén egy új, új világba kerül. Tehát az ember van a középpontba, az embert helyezte középpontba ez a szekularizált világ is, csak az a baj, hogy megfeledkeztünk arról, hogy, hogy az embert csak akkor tudjuk szolgálni, ha eljutunk odáig, hogy felismerjük, hogy mi az életünk értelme. Nem tudja az embert szolgálni az, aki a saját egyéni érdekeit mindenek fölé helyez. Igen, az egoizmus és Így a szolgálat illik. Ugye ez a, ez, a, ez a mostani szekularizált világ individualista. Nagyon jó ez is, mert az ember individuum. Az ember egyéniségében és egyetlen voltában egy csodálatos lény csak azt felejtjük el, hogy ez az ember igazából akkor bontakozik ki, amikor jót tesz, akkor lesz jobb. Ha másnak örömet szerez, akkor lesz neki öröme. Ha mást boldoggá tesz, akkor ő maga lesz boldogabb. Tehát ugye ez, ez egy önművelés kérdése, de ezt már a görögök tudták. Igen. Görögök azt írták fel, hogy gnōtise auton. Ember, ismerd meg magadat ismerd meg, hogy ki vagy, és ismerd fel, hogy mire születtél. Tehát, tehát ez egy, egy roppant egyszerű dolog, és ugye ezt a fajta küldetést az egyházak, vagy én most a katolikus egyházról, ha szólok, hiszen én katolikus pap vagyok, ugye fölismerték, és, és hogy különböző közössége, az egyház maga ezért jött létre, hogy az embert fölnevelje erre a, erre a gyönyörű, szép küldetésre, hogy közösséget hozzunk létre, és egymásért legyünk, és a különböző szerzetes közösségek az egyházon belül olyan feladatköröket választottak, vagy olyan feladatkörökre érkeztek el, ahol, ahol mindenütt ez a fajta érték valósul meg, ember az emberért. Tulajdonképpen elmondtad azt, hogy a, irgalmas rend, az tulajdonképpen az igazán valóban tényleg az emberért van, annak testi és lelki gyógyításáért is, mert azt hiszem, hogy ez az alapja, és, és hát az, amit 25 évvel ezelőtt létrehoztál, a Máltai Szeretetszolgálatot, az meg még tetézte az, hogy az irgalmas rend, mint betegápoló rend és a Máltai Szeretetszolgálata összefog, akkor ott, ott nem is lehet másról szó, mint az, hogy hogyan lehet segíteni az elesetteken. Erről beszélje nekem épp, azt, hogy tulajdonképpen, hogy kerültéte -e az irgalmas rendbe? A... Az én szívemben a kettő együtt van. Akár mondhatnám, a szívem egyik fele az az egyiké, a másik fele a másik, és nagyon nagyon is egymáshoz rendelt ez a két szervezet, vagy az irgalmasok, meg a máltaiak. A máltai tevékenységem során tapasztaltam azt, hiszen a máltai tevékenység, az a szegények, az elesettek, a, a, a társadalom peremére szorultak gondozása, és azok ügyének a felkorolása, és azt tapasztaltam, hogy aki szegény, az betegebb is. Sok szempontból igaz ez a kijelentés, akár azért, mert nem tud olyan igényesen élni, mint egy jó létben élő ember, másrészt akár azért, mert ha beteg lesz, akkor nincsenek olyan lehetőségei, hogy megfelelő helyre juthasson, de olyan szempontból is igaz, hogy, hogy a szegény ember nem tud úgy harcolni, harcolni ezzel a hatalommal, mert a betegség a, a legnagyobb hatalom, amellyel küzdködünk egy életen keresztül, mert valamikor mindenki lesz beteg, és akkor gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne ezeknek a szegény, és beteg embernek az ügyét felkarolni, és akkor találtam rá az irgalmas rendre. Egyébként életemben ez az egyetlen döntés volt a papságon kívül, amit én akartam. Addig az életemben mindig azt tettem, amit a vi élet elém hozott. Feladatokat, tennivalókat, és az ember igyekezett megtenni azt, amit megtehetett abban a helyzetben. Itt vén döntöttem, mert azt azt láttam, főleg a irgalmasoknak a múltját, ha tekintem, hogy ingyen gyógyítottak. Hát én bennem egy kicsit volt egy ilyen nosztalgia, hogy hogy lehetne akár ingyen gyógyítani, de hát ugye a 20. században ez már nem megy, de azért azért valamiképpen az irgalmas rendi intézményekben ez most is megjelenik, például a Bécsi Kórházunk az összes menekültet ambulánter ingyen látja el. És, és a mi budai kórházunk is nagyon sok beteget ingyen lát el, tehát, tehát mi nem, nem küldjük el, mert, mert ez meg az meg amaz hiányzik egy, egy ember esetében, dokumentumok vagy egyebek, akkor is, akkor is beengedjük az életünkbe ezeket az embereket, mert azért ez a legfontosabb a gyógyításnál is, hogy az a, az a, kiszolgáltatott ember egy másik emberre találjon, aki elfogadja, aki közelengedi magához, és valamiképpen ki tudja neki fejezni, hogy, hogy testvéri kapcsolatban vannak. De a múltat, ha tekintem, sokat foglalkoztam ezzel. Például 300 évvel ezelőtt, ugye az első irgalmas rendi kórház 1650-ben létesült Magyar Földön, Szepesvárolján, és, és aztán még sok, 13 összesen, és, és azt figyeltem meg, vagy arra figyeltem fel, hogy azért gyógyíthattak ezek a szerzetesek ingyen, mert úgynevezett ágy, bérletek voltak gazdag emberek, főleg püspökök, azért ezt is mondjuk ki, a 18. században szinte püspökök voltak csak, akik, akik ágybérleteket létesítettek, ami azt jelentette, hogy minden költséget ők álltak. A szerzetesek ugye az életüket oda ajándékozták, ők fizetést nem kaptak, volt, volt nekik mit enni, és, és volt, hol lakjanak, ennyi, és, és, a betegekért éltek. De kicsit, amikor a irgalmas rend felé orientálódtam, akkor, akkor ez, a, ez a csoda is szemem előtt lebegett, de azért ebben a mostani világban is meg lehet jeleníteni valami töbletet. Ha nem is az ingyenességet, de az irgalmasoknak a karizmája a hospitalitás, ami magyarul azt jelenti, hogy vendég szeretet. Ebben különbözik egy irgalmas rendi intézmény egy másik intézménytől. Nem arról van szó, hogy a másik intézményben nem jó orvosok vannak, nem jó nővérek vannak, meg nem jól vézik a munkáikat, sőt, adott esetben még jobb körülményeik lehetnek egy állami intézményben dolgozóknak, de az, a, mi az irgalmasok karizmája, a hospitalitás, az bennünket megkülönböztet, minimum. Nem azt mondom, hogy föléjük emel, de ha mi ezt tudjuk nyújtani, ezt a vendégszeretetet, ami azt jelenti, hogy olyan a beteg a mi intézményünkben, mint az a vendég, akit egy család vár, akit egy család körülvesz, amikor megérkezik, és, és, egyetlen gondja van, hogy jól érezze magát Hát amennyiben lehet jól érezni magunkat egy kórházban, de, de mindenképpen segíteni abban, hogy, hogy azok a betegek már ettől gyógyuljanak. Amerikában jártam egy, egy tanulmányúton ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Most egy orvos professzor mondta egy konferencia végén, a tudás, a szakmai tudás, a műszerezettsége egy egészségügyi intézménynek a 40 százalék, a 60 százalék az emberi tényező. Hogy azok a gyógyító szemék, az orvos, a nővér, milyen, milyen hozzáállással fordul a beteghez, hát ez a hospitalitás, ez a De esetre annyit hadd mondjak, hogy említetted a Bécsi kórházat, a bátyám kint egy városi kórháznak a sebészeti osztályvezetője volt, de de nagyon sokszor átment műteni, és azt mondja, hogy a kettő köz az a különbség, hogy ebbe a városi kórházba a nővér megy haza, ott pedig a nővér fogja betegkezét továbbra is. Tehát tulajdonképpen uh -huh. má, egy kicsit másabb, és nagyon örülne, hogyha városi kórházba valóban. A betegápoló, akár női tagjai is ott lehetnének és segítenének. Mert annak az embernek, annak az esetnek az kell, hogy emberként kezeljék, és ne az órát nézz az ápoló. Hát ugye 1950 előtt Magyarországon szinte minden kórházban nővérek látták el a szolgálatot, az orvosok mell ez mellett, tehát szerzetes nővérek, akiknek nem volt fizetése, akik Isten iránti szeretetből kötelezték el magukat az emberek szolgálatára, és, és ez egy, ez, egy, más szellemiséget jelent. Nem véletlen, ha már a Vécsi Kórház jött elő, hogy, hogy a legnagyobb, legnagyobb tekintélyek azok, ha Bécsben, Hiába van ott a hatalmas nagy központi kórház, irgalmasokat keresi mindegyik, mert, nem véletlen, hogy Mincenti bíborosul is azt kérte, mikor, mikor rosszul lett, hogy őt oda vigyék. König bíboros, amikor rosszul lett, őt oda és, 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 politikusok, Bruno Kreisky, őt, őt oda hogyha a mi kórházunkat említem, <kül> nem olyan túl régen egy emberrel találkoztam, a, a kórház alaksorában szerethet volna kikerülni, nem találta a kiutat, megszólított, és mondtam, jöjjön, hát én is kifele megyek, és azt mondja, az én édesanyámat négy napja hoztam ide, valahol volt, nem, nem kérdeztem, hogy hol, ahol napi 20 ezer forintot fizetett utána, és azt mondták neki, ha azt akarja, hogy meggyógyuljon, vigye az irgalmasokhoz. Négy nappal ezelőtt ide hoztam, és képzelj el, most azt mondta az anyám, hogy fiam, én félig már meggyógyultam, ott volt egy különálló szobában, itt pedig egy ötágyas szobában. De azt mondta az anyám, hogy amikor egy nővér megállt az ajtóban, akkor, akkor valami, valami beáramlott a szobába, és én, én, én már is másképp láttam mindent. És ez az ember, ember, azt mondta, mert panaszkodtam, hogy hát bizony mennyi hiányosságunk van, mennyi mindent kellene, kellene kicserélni, mert hát visszakaptuk ugyan a kórházat, de Tök I, olyan állapotban, hogy, hogy a szánalmas, és erről akkor azt mondta ő, ja. szívesen beszélnek erről. Egy kis szünetet tartunk most. Jó. Természetesen folytatjuk rövidesen a beszélgetést. Most eljövünk a mába, amba a realitásba, hogy hogy is indult tulajdonképpen ez a, ez a orfi, illetve a irgalmas kórház. Kedves hallgatóink, nézőink, folytatjuk tovább Kozma a beszélgetést. Az első részben, ha figyeltek és nézték, egy valóban az ember mondta el a véleményét, amire épül az a feladat, amit csinál most már. Hát én azt mondom, hogy ugye 75. születésnapja volt nem régen, én amikor fölhívtam és mondtam, hogy 57. születésnapod alkalmából minden jót kívánok, akkor mosolygott, de mondom, mert, mert körülbelül olyan vitalitással csinálod mindazt, mint egy 57 éves ember, tehát megfordítottam. De hát azért fordítsuk a szót a mai tényekre. Én azt hadd kérdezzem, hogy amikor rendszerváltás után, ez most már 26 éve, amikor az egyházak, szerzetesendek újra igényelhették a volt egyház ingatlanok tulajdonrendezéséről szóló 32-es törvény alapján volt ingatlanjaikat, akkor az irgalmas rendnek mi volt az első, amit úgy gondolta, hogy jó lenne újra kezdeni, és abba valóban ezt a fajta szolgálatot, amiről beszéltünk, folytatni? nagyon köszönöm ezt a ezt az évszámfordítást, mert valószínű, hogy, hogy a mi tevékenységünk is erről szól, valahogy megifjétani ezt a megöregedett világot, mert azért azt tapasztaljuk, hogy a virág megöregedett, mind gondolkodásában, mind szemléletében, és ha a korfát nézzük, akkor meg még inkább igaz ez, és hát ez a sok-sok ember, aki hosszabb időt él, mint száz évvel ezelőtt, bizony új feladatokat is ró az emberre, és, és az irgalmas rendi intézmények nagyon rajt tartják a, az életütő ütőerén a kezüket. Tehát akkor, amikor lehetővé vált az, a szerzetes rendünknek, az irgalmas rendnek, hogy vissza kérje a javait, és ebben Platívának nagyon sokat köszönhet az ország, hiszen úgy gondolom, hogy ezt ki kell mondani, vagy kimondhatom, hogy az egyik legfőbb korifeusa, az egyik legfőbb képviselője ennek, a, ennek az ügynek Platíván volt. És ez, ez nagyon nagy köszönet, mert mert végeredményben ez a törekvés arról szólt, hogy valamiképpen visszahozni azokat a tevékenységeket a mai magyar társadalomba, amely tevékenységeket 1950-ben feleslegesnek ítéltek. Nincs, nincs szükség ezekre az önkéntes szolgálattevőkre, akik az életüket ajánlották oda különböző frontokon beláttuk. A rendszerváltozás idejében ez már, ez már szóbeszéd tárgya volt, hogy az úgynevezett gondoskodó állam nem képes betölteni úgy a hivatását, ahogy ezt elképzelte, nem képes úgy Végrehajtani azokat a nagyon szép eszméket, amiket megfogalmazott, mint ahogy, mint ahogy azt a, a, a betűben megfogalmazták. Tehát lehetővé vált, hogy a különböző szerzetes rendek is újra megjelenjenek a szolgálatukkal. Az irgalmas rend esetében ez napnál világosabb, hiszen ez egy beteg ápoló rend. Ugye 500 éves egyébként, és a világnak szinte minden országában jelen van az irgalmas rend, és, és Magyarországon, hogy már egyszer említés volt róla, 1650-ben jött létre az első, első kórház, csak érdekességképpen, aztán mindjárt visszajövök ehhez a gondolathoz, ugye az első tábori kórházat irgalmasok hozták létre, 11. Ince pápa kérésére, aki Buda felszabadításait oly sokat tett, ott van a szobra a, a Hilton szálloda előtt, ő volt az, aki a bécsi irgalmasrendi vezetőt felszólította, a pápai, az, a pápai követen keresztül, hogy a Buda felszabadítására érkező sereg mögött legyen egy mozgó tábori kórház, irgalmasok létesítették, akik Bécsből jöttek Deregéken, egyébként nyolcan meghaltak közülük a, a Buda felszabadítása közben, itt is maradtak. Itt is maradtak, és az első ispotájuk ott volt, 2000 sebesültet gyógyítottak, ahol most a főpolgármesteri hivatal van. Ott volt az első ispotály. Tehát, amikor a rendszerváltozás lehetővé tette, akkor mi egyből erre gondoltunk, hogy újra azt a küldetést, ami itt évszázadok óta már már történt. Egyébként az irgalmasok hozták létre az intézményesített, szervezett gyógyítási rendszert Magyarországon. Ez, erről sem nagyon, nagyon tudnak általában az emberek, és magától értetődött, hogy végig kellett gondolni, hogy a megmaradt öt kórházunkat, hiszen a 13-ból 8 az, az Elveszett, mert a szomszédos országokba került, és a megmaradt öt kórház ez Buda, Eger, Vác. Bécs és pápa, és hát ugye akkor kihaltak a szerzetesek. Egyébként a magyar szerzetes rend a legerősebb volt Európában, és a legképzettebb. Csak érdekességképpen hadd mondjam, azért mekkora tiszteletük volt ezeknek a mizeri testvéreknek, így hívták őket uh -huh. Magyarországon, hogy a Váci Kórház, az új kórház, ami 40 a év, 30 éve épült, az egy irgalmas rendi szerzetesről van elnevezve. Az irgalmasrendi rendi kórház főorvosa volt szerzetes akinek hatalmas tisztelete volt, és van ezek szerint a mai napig vácott, őről a nevezték el a kommunista időkben a, az új kórházat. Tehát azért ezek valamit mindig kifejeznek. Mi úgy gondoltuk, hogy ezek közül, az intézmények közül hármat megpróbálunk újra újra kézbe venni, és és meghonosítani újra azt a, azt a gyógyító kultúrát, amely az irgalmas rendet jellemzi. Nem volt egyszerű, hiszen már csak két szerzetes élt, mindenki kihalt a 1950-től 1989-ig, 90-ig, és ők is mind a ketten nagyon idősek voltak, az egyikük egy nagy harcos volt a, Pécset, a Hilárius atya, Igen. és itt Vácsot, vált, illetve itt Budapesten meg egy nagyon szerény, Hiláratja egy harcos volt, a Laurus atya pedig itt Bután egy egy jámbor, szelíd, szelíd szerzetes volt, de mind a kettő vind végig, vitte, a, vitte az eszmét, táplálta a tüzet, ő rájuk tudtunk hivatkozni, és akkor, akkor valahogy a Szentlélek engem megszólított, fölvettem velük a kapcsolatot, és, és így mindössze hárman kezdtük a, a gondolatainkat. Hát igen, egyébként, egyébként nem olyan túl régen volt Bécsben, hiszen jelen pillanatban, mivel a, az újraépítkezés szakában vagyunk, ilyenkor a római vezetés... A, egy közeli, ha lehetőség van erre, egy erős, erős tartományhoz kapcsolja Ezeket az egységeket így Magyarország, Ausztriához tartozik bécsi központtal. Nekik az a feladatuk, hogy, hogy segítsenek bennünket, tanácsot adjanak nekünk, és anyagiakban is segítsenek minket, egyébként ahhoz, hogy a budai kórházunk egyetlen fillért, egyetlen fillér adósságot nem termelt. Tehát nem kellett kártalanítani bennünket az elmúlt évek során. Ez sokban a Bécsi, Bécsi kórházunknak köszönhető, akik segítettek bennünket. És, és hát ugye ez volt magától értetődő, hogy valamiképpen újra, újra indítani az életet. Meg voltak határozva a a lehetőségek, illetve a keretek is. Az volt a feltétel, hogy a rend ugyanazokat a dolgozókat átveszi, akik akkor abban a pillanatban dolgoztak az intézményben, ugyanazokat a feladatokat végzi tovább, és ugyanolyan szinten. Ez nem volt egyszerű azért, mert végeredményben emberi kapcsolatunk senkivel nem volt, mindössze, mindössze egy-két baráti szál révén, ugye az én harcos társom, mert azért itt nagy harc volt, ezt senki nem is gondolja talán, lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy ölünkbe pottyant, tessék, itt van, és, és tegyék a dolgukat, hát, ez nagy harc volt, és Naszladi professzor úr volt, aki két éven keresztül szintén önzetlenül, önkéntesként, hogy így mondjam, harcolt velem, velem együtt, és nagy segíténk volt Dizseri Tamás, aki akkor abban az időben a Betesda kórháznak volt a, a vezetője, hiszen a Betesda kórház megvolt már, már korábbi idők óta is, mint gyermekkórház, és, és ugye ez úgy történt, hogy éjfélkor vége lett egy előző működtetői tevékenységnek, és utána egy másodperc után más volt. Más volt az intézménynek a működtetője, a betegápoló irgalmas rend. Hát azért ez azt jelentette, hogy mindenki, aki csak tudott, odaállt mellénk, Ausztriából, Németországból segítettek bennünket, hogy egyszerűen, egyszerűen elindulhasson ez a nagyon szép szolgálat. Ne felejtsd, Szavadat említetted, és köszönöm ezeket a kedves szavakat, amit felémi is irányítottál. Én emlékszem konkrétan ennek a orfinak az átadásával kapcsolatos tárgyalásokra, hiszen akkor még funkcionáltam. És az akkori kormány végül is úgy döntött, hogy átadja az Orfit teljesen egészébe, az azt jelenti, hogy nem csak az irgalmas kórház épületeit, hanem a 40 év, vagy 70 év, vagy x év alatt hozzáépült egyebeket és feladatokkal együtt. Tehát minden feladata, amiben továbbképzéstől kezdve minden erre volt ráadásul precedens más intézményeknél, csak mondok egyet, az Esztergomi tanítóképzőt visszakérte a az egyház, de hát közben épült ott egy nagy kollégium, és hát ezt a kormány elé úgy vittük, hogy természetesen a kollégium, mint értéknövelő beruházás, azért pénzt kaphat a felsőoktatás, használja valahol máshol. Itt is történt egy nagy szárny építése, amit szintén meg lehetett volna úgy oldani, hogy együtt megkapja, és azt használja föl valahol máshol. Tehát funkcionalitással együtt átvenni a feladatot. Ezt az akkori kormányfő az akkori egészségügyi Minisztérium miniszterrel együtt kidolgozta, és úgy volt, hogy kormány elé viszi, de közben történt az úgynevezett kormányváltás, és én sajnálom, nekem még most is megvan az az aláírásos, a kormányfő aláírása, hogy mehet. Igen. Így, ahogy van. De végül is aztán, amikor 2000-ben sikerült csak Igen. ennek a úgynevezett megosztott részét. Én azért csodálkoztam ezen, hogy hogy egy keresztény szellemiségét hordozó új kormánynak ez a kérdés miért nem, miért nem ugyanúgy esik le idézőjelbe, hogy igen, funkcióval együtt alkalmas az a szervezet átvenni. Miért volt? Mert 400 kórházat tart fönn ma a világon az irgalmas rend. Tehát annak családjának a tagjává válni, az nem szégyen, az azt jelenti, hogy 400 ország települése és ország különböző országokkal való kapcsolatrendszer is kialakulhat ezen keresztül. Hát ez természetes. Mondjuk ez a kapcsolat annak ellenére kialakult, hogy ez nem így történt, hát ahogy akkor a a nagyon észszerű gondolat volt, hiszen ez egy egység volt, és, és a sokkal nagyobb rész az az irgalmas rendi... Hát a kétharmad. Végül. Igen, kétharmad rész az az irgalmas rendnek a tulajdona volt, és adnak érdekében, hogy a működtetés folyamatos tudjon lenni, és, és, és valóban eredményes, mindenképpen egyben kellett volna tartani, arról nem beszélve, hogy a szétválasztással milyen hatalmas anyagi, anyagi áldozatokat kellett vállalni az államnak, mert, mert, hiszen az a leválasztott rész az önmagában, önmagában egy háttérintézmény nélküli rész volt, nagyon sajnálom, szerintem politikai, politikai dolgok voltak, amik ezt megakadályozták. Ez ismételten újra meg újra előkerül, de hát úgy tűnik, hogy azért, azért ez, a, ez a csoda, hogy újra visszakaphatjuk a javainkat, azért ez egy kicsit a csoda kategóriába került, mert hiszen például az ép, mi csak az épületeket kaptuk vissza, mégpedig uszótelekkel, ami, ami hát ugye hallgatók is talán De. ismerik, egy méter a ház falai mellett, és és például nem kaptuk vissza a hatalmas nagy kertet, ami, ami szintén az irgalmas rendjé volt. De és a fürdő is, nem? A, a fürdő is, de hát az hozzátartozott. Csak, csak visszaka, azt visszakaptuk a fürdőt, a, az úgynevezett császár Igen. fürdőt, na de hát... Ez azt, azt jelentette, hogy a császárfürdő már évtizedek óta használaton kívül Éjjött. volt, pusztulni hagyták ezt a csodát, úgyhogy, úgyhogy nekem egyik fontos gondolatom volt, hogy ezt, ezt aktivizáljuk, ezt a fürdőt. Több mint egy milliárdba került ennek a, ennek a, a újra, újraélesztése. Ma azért örülünk annak, hogy Európában az egyetlen, törökfürdő, amely épségében úgy néz ki, mint ahogy annak idején megépítették, úgyhogy csodájára járnak Európából is, és, és az országban is gyönyörű. De ugye alapvetően azt jelenti, hogy semmi háttér intézményt nem kaptunk vissza, tehát még az se, ami közvetlenül ott van mellettünk. Ugye minden kórháznak volt olyan háttérintézmény rendszere, mert nem csak egy-egy háttérbázis, hanem egy egész rendszer, amelynek a haszna, amelynek a jövedelme a gyógyítást szolgálta. Ugye jelen pillanatban az összes gond abból származik, hogy a kórháznak abból kell fennmaradnia, amit a egészségpénztárról kötött szerződés kapcsán kap a kórház. Ez viszont alapvetően azt jelenti, hogy a működést biztosítja, de a felújításokat, a megújítást, az újjáépítést természetesen nem. nem. Ez, amit említettél, ugye öt kórház, ennek az öt kórháznak a működése mögött a működést biztosító ingatlanok voltak azért. Így van. Ennek a, tehát hogy gondolod, hogy ennek a előbb-utóbb a rendezésére szükség van, vagy megint egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben? Van? Hát jelen pillanatban mindenképpen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen Például a, a budai kórház há, egyik háttér rendszerét csopakon, csopakon 20 hektáros szőlőbirtok Biztosított. biztosította. Na most azt parcellázták, ott házak épültek, fel sem erült az emberben az, hogy itt akár, akár kinyissa a száját, hiszen ott családokról van szó, emberekről van szó, hát mi, mi soha az életben nem tettünk olyan lépést, amely amely hátránt jelentene bárkinek is, tehát föl sem erült az, hogy, hogy most, most, valami is történjen ott, viszont azt gondolom, hogy talán, talán a kincstár azon elgondolkodhatna, hogy valamilyen módon kártalatítás címén bizonyos összeget a működtetésre biztosítani, hogy annak fejében. Na annak fejében. <coughs> most, hogyha arról volna szó, hogy a politika mégiscsak előveszi a 70 évvel ezelőtti jogsérem jogorvoslását, akkor itt nem a visszaadásról van szó, hanem az örökség regisztrálására, és annak a jelenlegi feladatok ellátásához való mondjuk kamatának, X kamatának a, a, a örökös járadi formájában tudnátok ellátni. Erre szerinted a politika alkalmas most, hogy ezt elővegye, hiszen 70 év, 45-be kobozták el annak idején a szerzetesrendek és az egyházaknak a vagyonát. Minden körzön, körzön, ország már ezt rendezte, Magyarország még mindig nem mer hozzányúlni. Mi lehet ennek az oka? Hát azt, azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon egyáltalán a, a kártalanítások nem történtek meg. Úgyhogy, úgyhogy ehhez hozzányúlni elég kényes kérdés is, arról nem beszélve, hogy azért igen komoly gondjai vannak az országnak, most függetlenül attól, hogy milyen kormányzata van az országnak, és, és ugye a napi feladatok, az a, a kormányzat előtti teendők oly garmadája van, hogy, hogy egyenlőre azt hiszem, hogy erről, erről hallgattak. Én, én egy kicsit úgy gondolkodom mindig, lehet, hogy ez furcsa, hogy, hogy, mindig az egészet igyekszem nézni, valahogy létezünk jelen pillanatban enélkül is, és, és azért jó lenne ezt felszínre hozni, hogy gondolkodjon a, a Kormányzat, a kincstár, nem tudom, hogy mi a jó megfogalmazás, hogy talán, talán ne csak, ne csak más jellegű... Kedje, gyakoroljon, é, nem, nem. Igen, gyakorlás legyen, meg mások kártalanítása csupán, hanem, hanem talán erre lehetne gondolni, hiszen ez nem azt jelenti, hogy egyes emberek gazdagodnak, Persze. hanem, hanem pontosan az, a, az, az intézmény, amely intézmény közfeladatot lát el. Ráadásul, amikor a 97-es úgynevezett Vatikánnak szerződést kidolgoztuk, benne az egyház képviselő, a Cserbi érsekur volt a Vatikán részéről ennek a vezetője, akkor annak a kettes számú mellékletéről kevesen tudják, hogy 1200 ingatlanról mondott le akkor az egyház, éppen az előbb elmondottak szerint, hogy ezeket én nem kérem vissza, de nézzük meg, hogy ez mennyibe került, ez akkor kb. 50 milliárd forint érték volt, és ennek az 5%-os kamatát örökös járadék formájában szabadon felhasználásuk működése. Ebbe kellene beletenni az elkobzott nem csak házas ingatlanokat, hanem mondjuk földet, egyebet, ami, ami ellátta egy-egy egyház község, vagy egy-egy rendnek a működését. Hát ugye például... Mert... Nem dolog ez. Nem, nem, csak hát ugye mindig a pénzből van legkevesebb. Ez nem csak a, az egyes háztartások esetében van itt, hanem az államháztartásban is, és hát ugye az ember, ember mindig tekintettel van mindenre, de valóban ez egészen, egészen természetes lehet, és bízom abban. És én azt tudom, ez nem pénzkérdése, ez döntéskérdése, hogy akarom tisztázni, hogy a partneremmel, az egyházakat vegyük, ugye mellérendelt viszonyú partneremmel együtt az őt ért jogsérelmet én most rendezem, hogy tudja meg, hogy mennyi volt az öröksége, és Eldöntjük közösen, hogy a különböző jogszímen kapott összeget, ha én beteszem egy ilyen automatizmusba, a te volt ingatlanod értékének bizony, akkor abban a pillanatban kialakul egy egy olyan, ami nem kötődik a mindenkori hatalomhoz, és nem, nem támogat, Igen. hanem biztosítja a megállapodás szerinti százaléknak, amiből én el tudom látni a feladataimat. Igen, hát ez egy nagyon racionális megközelítése a mi problémánknak, mert ez probléma. A budai kórházunkban több száz ö, albérlet volt, tehát lak, lakás volt, Igen. amit kiadtak, és annak a, annak a, a haszna szintén a kórház Jelván. működését jelentette. Tehát ugye ezek mind-mind ezek hiányoznak nyilvánvalóan. És egy biztos ezt ma Magyarországon mindenki tudja, hogy, hogy az egészségpénztár nem tud annyi pénzt adni, hogy, hogy a kórháznak a, a felújítása a kórház rendszerének a, a pótlása, megújítása megtörténjen, az valóban csak a működtetésre elegendő. Hát keressük egyfolytában a támogatókat, és próbálunk nemzetközi segítséget is valamiképpen megszerezni, és természetesen azért egy folytában kérjük a kormányzatnak is, a mindenkori kormányzatnak a támogatását, hiszen, hiszen ez egy, nem, nem egy olyan értelemben magánintézmény, amely profitorientált, mert most azért ezt is látjuk, hogy egészségügyi rendszerben, mintha megjelennének ezek a profitorientált lehetőségek, én, én azt hiszem, hogy ezektől függetlenül kell kezelni ezeket az egyházi intézményeket, mert, mert itt, itt, valóban közjóról van szó, és a, a közösség szolgálatáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és együtt gondolkodtunk, amiről a nézők és a hallgatók is meggyőződhettek, hogy értük szólt ez a beszélgetés is. Köszönöm még egyszer önöknek is, hogy figyeltek és néztek és hallgattak bennünket, és Kozma Imre atyának is további jó munkát kívánok, és a jó Isten éltesen sokáig. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a nézőket is. Együtt küzdjünk egy, egy szebb holnapért.